Köszöntöm a hallgatókat, nagyon vagyok! Az idei év öltözködési trendjéről beszélgetünk ma Gambicki Glóriával, Nógrád vármegyében élő divatszakértővel és sztájliszttal. Köszöntelek, és azt is, hogy elfogadtad a felkérést. Szia, én is köszöntelek, és köszönöm a meghívást. Hogyan látod, mi az, amely igazán hódít az idei évben? Mielőtt ezt elkezdem neked sorolni, engedd meg, hogy elmondjam, hogy az öltözködésnél azért nem csupán az aktuális trendek a mérvadóak, hiszen hiába divatos egy ruhadarab, hogyha nem passzol valakinek az alkati adottságához, úgyhogy először ezt kell megvizsgálnunk, viszont összegyűjtöttem azokat, amik leginkább uralni fogják az idei évet az előrejelzések szerint. A legeslegelső, amit mondanék, azok a pöttyök. Mert ez nem egy új keletű trend, hanem ez már évekkel ezelőtt is hatalmas népszerűségre tett szert, viszont most újra hódít a divatvilágában. Mennyire befolyásolja a pöttyök mérete az összhatást? Befolyásolja, mert a különböző méretű pöttyök különböző hatást is keltenek. Például a kisebb méretű pöttyök sokkal letisztultabbnak és elegánsabbnak hatnak, míg a nagyobbak inkább a játékosságra utalnak. Személy szerint én is jobban kedvelem a kisebb pöttyöket. Valóban azt az érzetet kelti, hogy ez elegánsabb, míg a nagyobb pöttyökben kövérebbnek érzem magam. Igen, a nagyobb pöttyökkel óvatosan kell bánni, mert azért az optikailag nagyít. Úgyhogy személy szerint igazából én is a kisebb pöttyöket szeretem, és ezt a letisztultabb, elegánsabb hatást. Mi az, ami még igazán trendi lesz idén? A második ilyen amit fel tudnék sorolni neked, azok a masnik, ugyanis mostanában egyre több masnit látni, és ezek lehetnek akár hajban, táskán, nadrágon, szoknyán, és akár bármilyen kiegészítőn is. Viszont nem csak a masnikat láthatjuk egyre többet, hanem a fodrokat, szalagokat is, ami azt jelenti, hogy ilyen nőies kislányos divatot is láthatunk ebben az évben elég sokat majd, és a nőies öltözködéshez kapcsolódóan mintában is megjelennek az apró virágos díszítések az anyagok, az ilyen nőies anyagok, a fénylő virágos anyagok, sőt még virágformájú gombos megoldásokat is láthatunk ebben az évben. A masniknak annyira nem, viszont a virágoknak nagyon örülök, hiszen azt gondolom, hogy tavasszal egy virágos ruhával nem igazán lehet már lőni majd. Így van, ez nagyon jól fog mutatni, viszont szerintem a fodros ruhák is nagyon szépek tudnak lenni. Úgy tudom, hogy az áttetsző darabok is egyre nagyobb teret hódítanak idén majd. Így van, jól tudod, és ezt a trendet is láthattuk már mert ez is több szezon óta jelen van, és úgy tűnik, hogy továbbra sem akar eltűnni ez innen. Várhatóan az alkalmi és az utcai divaton is megjelennek ezek a stílusok. Ezek lehetnek teljes egészében áttetsző, illetve rétegelt anyagok, díszítésekkel készült modellek egyaránt. Milyen áttetsző anyagot érdemes viselni? Anyaghasználatban ez jelenti a tüllanyagot, a sifont, a csipkét, a netcet. Ráadásul csipkéből akár találkozhatunk olyan ruhával, ahol tetőtől talpig csipkés textíliából van elkészítve a ruha. Tehát akár ez még a kiegészítőkön is megjelenhet, például harisnyákon, de nadrágokon, kosztümökön, blézereken és ruhákon is tényleg igazából bármi megjelenhetnek ezek az anyagok. Elég bátornak kell azért lenni ahhoz szerintem, hogy áttetsző ruhadarabot vegyünk fel mondjuk a hétköznapokra. Igen, azért ehhez kell egy magabiztosság, de igazából szerintem azért a csipkés az azért az ilyen arany középút. Úgy tudom, hogy van egy másik ruhadarab is, ami visszatér most a divatba. Igen, igazából kettőt is fel tudok még neked sorolni. Az egyik ilyen a fűző. Ezek lehetnek a klasszikus elegánsak, modernek, rövidek, és ez azért is jó, mert a viselése egyáltalán nem nehéz, mert akár egy sima farmerrel is jól tudnak mutatni. A másik ilyen pedig a rojtok, amik szintén lehetnek kabátokon, táskákon, szoknyákon, nadrágokon, és akár ez is szinte bárhol megjelenhet ebben az évben. Egy fűzőt felvehetünk akár a munkahelyre is? Igen, hogyha például az említett farmer mert veszett föl azért az a mindennapokban is jól mutat, nem túl kihívó, de mégis egy elegáns szettet tudsz összeállítani belőle. De gondolom itt azért nem azokra a fűzőkre gondolunk, amik ilyen nagyon mély kivágásúak, nagyon csipkések, nagyon díszítettek. Nem, azért az inkább ez a letisztult klasszikus elegáns, amire itt éppen gondoltam én is. Rojtokat mennyire fogják majd az emberek mondjuk felvenni? Szerintem felfogják, mert nagyon szép, a napokban láttam egy nagyon szép rojtokkal díszített egyberuhát, amik ráadásul kövekből voltak kirakva, úgyhogy ez nagyon szép, elegáns hatást tudott kelteni, úgyhogy lesznek olyan ruhadarabok, amik tényleg nagyon szépek, és akár a mindennapokban is használható. Én azt gondolom egyébként, hogy a rojtokat jobban be tudják illeszteni, mint a fűzőt. Igen, azt talán jobban pláne, hogy tényleg akár nadrágokon, szoknyákon, bármiken megjelenhet. Fontos szerintem arról is beszélgetni, hogy milyen fazonú ruhákat érdemes majd viselni 2024-ben. A ruhák fazonját megvizsgálva leginkább most a csípővonalára fog terelődni a hangsúly, ugyanis számtalan tervezőnél láttam én most olyan darabokat, amik csípőnél úgymond el voltak vágva. Ezek ilyen ejtett derekú darabok, vagy csípőtől bővülő vonalvezetésű darabok, például csípőszoknyák és a csípőövek is újra aktuálisak lesznek. Ráadásul kiegészítőknél az övekből is már nem csak a csípőfazonú, hanem a nagy feltűnő csattal rendelkező szélespántú övek is visszatérnek. Ennek a hírnek annyira nem örülök, ugyanis rengeteg olyan övem volt, ami széles volt, feltűnő csatja volt, és az összeset kidobáltam pontosan azért, mert azt gondoltam, hogy ez már nem fog újra divatba jönni. Igen, pedig érdemes megtartani azért néhány darabot, mert vannak olyan ruhadarabok, amik visszatérőek a divatban. Igen, ez is azt mutatja, hogy vannak örök darabok, úgy gondolom, hogy minden nőnek van örök darab a ruhatárjában, legyen szó akár egy, egy, fekete kis mini ruháról, vagy úgy tűnik ezúttal egy széles pántú övről. Így van, érdemes megtartani innentől ezt is. Ugye az öv is tulajdonképpen egyfajta kiegészítő, de milyen kiegészítőkkel dobhatjuk fel az a szettünket még? Kiegészítők szempontjából szintén megváltozik ebben az évben most a trend, ugyanis eddig a a mini táskák voltak a meghatározóak, viszont most majd a nagy maxi táskák lesznek a divatosak, amiben jócskán lehet ámpakolni. És én személy szerint ennek a hírnek nagyon örülök, mert én jobban szeretem a mindennapokban, amiből beledobálhatok mindent, nem ezeket a kicsi mini táskákat. Az biztos, hogy könnyebben el lehet benne férni, viszont azt gondolom, hogy sokkal nehezebben találjuk meg majd például a rúzsunkat. Igen, ez is igaz, hogy keresni nehezebb lesz benne, és ezért meg kell nyilván figyelni az eseményt, figyelni kell az eseményre, amire megyünk, mert azért vannak olyan ruhák, amihez azért tartani kell ezeket a kicsi mini darabokat, de a mindennapokban úgy gondolom, hogy tényleg a maxi táskák lesznek a meghatározóak. Még mindig azt kell mondjam, hogy én ennek annyira azért nem örülök, mert nekem a kisebb táskák sokkal elegánsabbak, és sokkal jobban fel tudom dobni vele a ruháimat, az összeállításaimat de azt el lehet, hogy beleszeretek majd egy-két olyan maxitáskába is, amire azt mondom hogy bizony ez nekem kell és elfeledem a kis korszakát. Így van, hozzá kell szokni. <laughs> Milyen cipőket érdemes egy-egy szethez felvenni idén? Azt mondhatjuk, hogy a trendekben állandó visszatérő a magas sarok, de az idei évben ez is megváltozik, ugyanis előreláthatólag a törpe sarok lesz a leginkább trendi, és ez szerintem egy tök jó dolog, mert ez megoldás azoknak, akik nem szeretik a magas sarkakat, de mégis vágytak volna rá, hogy ezeket hordják, mert egy-egy ruhához azért szebben mutatnak a magas mint a laposak, és ez ilyen így nem kell lemondani senkinek a sarkakról, mert ez, ez a sarok maximum 4 centit jelent. Ennek nagyon örülök, mert akkor munkahelyre is simán felvehetek egy-egy magas sarkót, és nem fog benne fájni a lábam. Szerintem sokkal egyszerűbben fogok tudni például egy 4 centis magas sarkóban sétálgatni az utcán is. Igen, és mégis elegánsabbnak fog hatni, mint a lapos sarok. Azt gondolom, hogy fontos beszélnünk arról is, hogy milyen színekkel dobhatjuk fel a ruhatárunkat idén? Ebben az évben a leginkább meghatározó szín az arany. A fémes csillogású darabok szintén hosszú ideje tartják magukat a divatban, azonban az elmúlt években inkább az ezüstös, illetve a színes metálfény uralta ezt a trendet, míg az arany mérsékeltebben volt jelen, viszont ez 2024-ben megváltozik, ugyanis éppen az arany lesz az, ami minden más tonust háttérbe szorít az irányzaton belül, tehát akár megjelenhetnek a tetőtől talpig aranyfényű szettek, Emellett akár az aranyat kombinálhatjuk majd semlegesebb árnyalatokkal, de akár az élénk színekkel is. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon jó dolog, mert ezért ez képes lesz új szintre menni a legegyhangúbb összeállítást is. Ezt belecsempészhetjük akár a hétköznapi szettjeinkben is? Persze, tényleg bármilyen színnel tudod kombinálni, azért jó ez a szín, úgyhogy mégis fel tudja dobni tényleg a legegyhangúbb öltözetet is, akár a mindennapokban is tudom, hogy sokan kedvelik a, az aranyat, meg ugye így az elmondottak alapján trendi is, én viszont valahogy mellőzném. Azoknak, akik úgy gondolkodnak, mint én, hogy nem kedvelik annyira az aranyszínt. Tudsz valamit javasolni? Igen, aki mégis szeretné belecsempészni az idei év trend dolgait, de mégsem szeretne egy talpig aranyszínű ruhában lenni, azt úgy gondolom, hogy akkor a kiegészítőkkel tudja ezt feldobni, akár egy arany táska, vagy egy aranycipő, ami mégsem olyan sok, de mégis azért megjelenik benne ez a szín. Úgy tudom, hogy van egy másik szín is, ami igazán divatos lesz idén, ugyanis nem régiben kiválasztották az az év színét. Így van a Pantom minden évben kiválaszt egy szint, ami 2024-ben a Barack szín lett, és ez szerintem szintén egy nagyon jó szín, mivel ez a szín egy finom, nyugalmat és derűkeltő keltő szín. Ráadásul ez még a látságot, bársonyosságot, kényelmet és a melegséget is jelzi nekünk. Más oldalról megnézve viszont ez egy pasztel, egy szinte semleges szín, amely számos módon jól fog működni a ruházatokban is, mert könnyen kombinálható bármilyen színnel. És mit tanácsolsz azoknak a? Akik például olyan típusúak, mint én, és ezek a pasztel színek, mint például a pasztelbarack sápítják, hiszen világos a, a bőrünk, szőke a hajam. Úgy gondolom, hogy neked akkor szintén kombinálni kellene más színekkel, hogy ezt egyensúlyozd ezt a sápadságot, vagy akár mint az aranynál, akkor valamilyen kiegészítőként tudod ezt te akkor hordani, hogyha szeretnéd. Viszont még arról is faggatnálok, hogy úgy tudom, a napokban a Budapesti Fashion Week-en jártál, és rengeteg élménnyel gazdagodtál. Igen, nekem ez már a harmadik volt, de igen, minden egyes egy felejthetetlen élmény. Elmondanám neked, hogy két nap próbával indult ez a hét, ott először találkoztunk a tervezőkkel és a modellekkel, ahol modelleken egyesével megnéztük a ruhákat, még igazítottak a tervezők rajta, sőt volt olyan is, hogy a tervező még nem hozta el a ruhát, vagy félkész állapotban volt, úgyhogy ez nagyon izgalmas dolog szokott lenni, hogy a bemutatóra hogy fog ez kinézni. És aztán volt egy nap szünetünk, majd két nap megint volt a bemutató két napja. Igazából, ahol viszont nagyon izgalmas volt látni ezeket a szetteket már a bemutató alatt, ahogy vonulnak benne a modellek, és, és már teljes egészében. Volt olyan, ami számodra igazán tetszett? Igen, voltak nagyon különlegesek, nekem igazán kedvencem. Én szeretem az aranyszint, szeretem a csillogást, a glittert flittert, kövekelt, és volt egy, egy bőrkabát, ami kövekkel volt kirakva, nekem az nagyon nagy kedvencem volt, voltak táskák, szegeccsel az is, de viszont kiemelném itt, ami még nagyon tetszett, ugyanis volt egy tervező, akinek a varrásai világítottak, és még a bemutató előtt UV-fényel kellett őket feltölteni, de ez tényleg nagyon különleges volt, hogy a sötétben vonultak világítva. Vásároltak közül... Volt olyan, ami látható volt a Fashion week -en? Igen, igazából azt veszem észre, hogy követik a tervezők is a trendeket, mert nagyon sok fodros, virágos ruhát láttam, nagyon sok volt az átlátszó darab, ami ráadásul volt, ami aranyszínű is volt, úgyhogy keverték is mondhatjuk a trendeket, úgyhogy igazán ők követik. Szerinted a, például a Nógrád vermegyében élők mennyire fogják majd ezeket a stílusokat beilleszteni a mindennapjainkba? Én úgy gondolom, hogy ha az egész szetjüket nem is fogják így összeállítani, de azért például, vagy akkor egy felső, egy nadrág, tehát egy-egy ruhadarabbal próbálják, vagy ha más nem, akkor kiegészítőként, hogy vagy a táska lesz a trendi, vagy a cipő. Tehát valamilyen szinten próbálják ők követni, de szerintem nem az egész ruhatárjuk ebből fog állni. Hogyan látod, vagy mit tapasztalsz? Hétköznapi emberek inkább elmennek, mondjuk ellátogatnak egy-egy fashion és követik mondjuk a divatszakértőket, vagy inkább azt veszik fel szívesebben, amit mondjuk a kedvenc. Szelebbjeik sztárjaik viselnek. Összességében azt mondanám, hogy inkább a sztárokat követik. Vannak olyanok, akik elmennek a bemutatókra, megnézik, hogy mi a trend, és úgy állítják össze a ruhatárukat, de a nagy részük inkább a sztárok által felvett ruhákat fogják követni. És átlagban elmondható az, hogy az emberek követik a divatot, vagy inkább azt látod, hogy mindenki a saját ízlése szerint öltözködik. Inkább szerintem mindenki a saját ízlése, és ahogy az előbb is említettem, szerintem inkább egy-egy ruhadarabot próbálnak beépíteni a, a ruhatárukba. Nagyon szépen köszönjük a remek tanácsokat, és köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem.